Ezt már Molnár János panaszolja, aki a kamara egyik országos küldöttje. Amikor megalakult a kamara, akkor pedig Ceglit gazdakörének az elnöke volt. Ő volt az egyetlen olyan szakember, aki hajlandó volt nekünk nyilatkozni. A többiek féltek. A kamarai ülések korábban a Szent István Egyetem gépészeti szárnyába volt megrendezve. Automatikusan mentem a Szent István Egyetemre. És hát senki az ég ott a égvilágon. Érdeklődöm, hogy hát nem itt lesz. Mondják, hogy nem, hanem a Grassalkovics kastélyba. Hát mondom, az igen főúri környezet. Nem tudom, mi az oka ennek, hogy oda kell eltenni. Hát elvégre a gazda emberekhez hozzátartozik egy mértéktartás és szerénység. Ezt a szakmát csak gazda szellemben lehet csinálni, mondja. Szakmai hozzáértés, feltétlen becsület és alázat. Ő évtizedek óta így csinálja. Szerinte azonban a jelenlegi vezetők egyáltalán nem így működnek. Azt látnám, hogy járja az országot, találkozik emberekkel, gyűjt információkat, de ennek hírét se hallom. Amit hallok a munkájával kapcsolatban, hogy most ezzel a multicéggel, amazzal a multicéggel kötött együttműködési megállapodást. Hát kérem, egy ilyen együttműködési megállapodáshoz nem kell luxusautó, ez Pesten történik, ott egy kombinált bérlettel is el lehet ezt intézni.